Sziasztok! Körbetekintővel jelentkezem, körbetekintős videóval, és egy kicsit más koncepcióval, mivel otthon felejtettem a gimbalt, úgyhogy kézből csinálom, és ezért nem fogok gyalogvlogozni a körbetekintő videó között, hanem fix pontokról több snitben, több vágásban veszem föl nektek. Azt hihetnétek, ugye a háttérből, hogy a Lehel téren vagyunk, de valójában nem, hiszen 2019-ben ezt a templom előtti térrészt felújították, és akkor a hátunk mögött lévő neoromán stílusú templom neve után Szent Margit térre változtatták a térnek a nevét. És akkor ne is engem nézzetek, hanem körbetekintünk. Ugye itt a videó elején láthattátok a trolibuszt, ott a háttérben láthatjátok, hogy kanyarodik ki a 14-es villamos, itt a metró szellőzőjét láthatjátok, és magát a Szent Margit templomot, és megpróbálom fixebben és szélzajmentesen tartani a készüléket, a Szent Margit templomot ugye hát ez a 20. században épült, ugye román stílus néz ki rajta, de ez valójában neoromán, egy historizáló stílus. Ugye itt mellettünk balra terül el Újlipót város, ami ugye a 20. század elején, az 1900-as évek elején épült ki, és hát nem volt templomuk, éppen ezért az egyik Pannonia utcai iskolának a tornatermében miséztek. Később ott abban az iskolában épült is egy kápolna, ha jól tudom, az alaksorban, amit például árvizekkor elöntött a Duna, és hát ahogy egyre nőtt a közönség, a közösség, ugye egyre jobban beépült a környék, úgy szükségessé vált egy komoly, nagyobb plébánia templom, és hát közösségi adakozásból akkor a 20. század elején, 1900-as évek elején gyakorlatilag gyűjteni kezdtek a templomra, és a 30-as évek elejére gyűlt össze az az összeg, hogy ezt meg is tudják építeni. 31 és 33 között, két év alatt húzták föl, neoromán stílusban, és elfelejtettem az építész, a tervezője nevét. Sokan egyébként a Jáki templommal hozzák kapcsolatba, való igaz, hogy a stílusban valóban hasonlít hozzá, ellenben a róla fellelhető szócikkekben nem találtam erre való utalást. És akkor egy kicsit visszafelé fordulunk, hogy ott a háttérben a West End és mögötte alatta és mögötte a nyugati pályaudvar, ott a csatornázási műveknek az épülete, és itt egy elég érdekes stílusú, ilyen kis tornyos, romantikus sarokház. Egyébként az aljában van a megálló kocsma vagy bár, ugyanis nem régebben ott a vastábla mögött, és akkor most egy picit előrébb megyek, régebben ott a vastábla mögött, ahol most az autók jönnek, meg ahol a metrópótló jár, ott villamos közlekedett, ugye az Újpestre és Angyalföldre közlekedő villamosok, és a teret két oldalról közrefogták, és ott a sarkon volt egy villamos megálló. Közben leveszem nektek a metrópótló buszt, ugye most metrópótlás van még a középső szakaszon, nem közlekedik a metró, és akkor ránézünk még egyszer a templomra. Egyébként tényleg impozáns maga az épület, és felidézi a régi románkori stílust, ugye nyerskő burkolata van. Egyébként a térnek ez a része a város felől, itt ezen a kis aluljáron közelíthető meg. Érdekes ez a
ugye a 70-es éveknek körülbelül, meg még a 80-asnak is a koncepciója, hogy nem, vagy csak részben építettek felszíni átjárókat. Itt például a kereszteződés három oldalról zebrán átjárható, ott talán látszik is, hogy mennek át a gyalogosok, de ezen az északi oldalán a térnek, amit ugye most már Szent Margit térnek hívnak, korábban a Lehel tér déli része volt, itt egy aluljáró épült, amely egyébként nincs összeköttetésben a Lehel téri metróhoz kapcsolódó aluljáróval. Közben ott egy SST trolibusz is vár zöldjelzésre. A 76-oson és a 73-as pedig kanyarodik a keleti pályaudvar felé. Akkor még egyszer visszafordulunk a térre, és akkor a következő snitt az már a templom elől fog következni. Egyébként hangulatos a tér ezekkel a fákkal. Látható, hogy nem nagyon válik be ez az aluljárós megközelítés, hiszen itt az emberek kitaposták a rövidebb utat ugye a felszínen. Hát előbb-utóbb ez a terület is zebráért kiállt. Megpróbálunk közelebb menni a templomhoz. Bocsánat, hogyha mégis kicsit remegős lesz, ugye a stabilizátor otthon maradt, és ennek a programnak a stabilizátora nem a legtökéletesebb. Ugye, mint említettük, a teret 2019-ben újították föl, akkor több ilyen évelő növényt is telepítettek a térre, és egy ilyen kis csobogó szökőkút is létesült, amely most éppen tél lévén nem üzemel, nem működik. Egyébként este is nagyon szép a templom díszkivilágítást kapott. És nézzétek meg, két tornyú neoromán stílusú templom, szép rózsaablakkal. Egy pillanatra benézünk belülről is. Látszanak a gyönyörű ólomablakok. Ugye az oltár. És hát karácsonyi díszben van a templom, hiszen karácsony után, szilveszter előtti napon veszem fel ezt a videót. És itt egy ilyen kis karácsonyi betlehemes mellékoltár. És hát akkor még egy ilyen körültekintést végzünk itt a téren, és amúgy itt a környéknek a története és a Lehel térnek a története is nagyon érdekes, úgyhogy a későbbiekben ezzel is fogunk foglalkozni, de most ezzel a képpel, itt a templom kiáratáról készült képpel búcsúzom tőletek. Köszönöm, hogy ezt a kis körbetekintő videót is megnéztétek, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok, csüssz!